November 3-án nagy sikert aratott Szabadszállási Jánosné Hontalan falevelek című verseskönyvének bemutatója a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Irén nyugdíjba vonulásáig sok-sok éven át tanította a kiskörösi gyerekeket. Jelenleg a Művelődési Központban működő pedagógus nyugdíjas klub vezetője. A könyv bemutatóra családtagok, ismerősök, tanítványok és pedagógus kollégák jöttek el, hogy megismerkedjenek Szabadszállási Jánosné gondolataival, melyek versírásra ösztönözték. Első versét még 8. osztályos korában vetette papírra, amikor az iskolában József Attila De szeretnék gazdag lenni című versét tanulták. A versírás és a versek szeretete aztán végig kísérték az egész életén. Valamikor régen nagyon sok szavaló versenyen vettem részt, és rendkívül sok verset megtanultam kívülről. Úgyhogy ehhez egy olyan kis történetet hadd mondjak el, hogy amikor a főiskolán tanultam, ugye az első diplomámat magyar-orosz szakon szereztem, és Adit húztam az egyik szigorlaton, és megkérdezte tőlem a professzor úr, hogy mondjam már meg, hogy honnan és melyik iskolából jöttem, mert ő még ilyen feleletet nem hallott, hogy sziporkázva mondtam sorba a verseket neki. És hát az Aracki tanár úr nevét hadd említsem meg, ő volt középiskolába a magyar tanárom, és azt mondta, egy ismeretlenül is nagy szeretettel köszönti, mert ilyen nagyon ritka. Később már magyar szakos pedagógusként a diákjaival is igyekezett megszerettetni a verseket. A most bemutatott Hontalan falevelek című verseskönyvét még 2020-ban szerette volna kiadni, de a pandémia és egy betegség közbeszólt. Most viszont sikerült megvalósítani a régi nagy álmát. Nem is nevezném verses kötetnek, én verses könyvnek nevezném ezt a könyvet, mert nem vaskos, 90 oldal, 70 verset tartalmaz, és hát majd meglátjuk, hogy a közönség hogy fogadja. A könyv bemutatón Szabadi Maglódi Kitti, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket. Egy teljesen más oldalát, más személyiségét fogjuk a mai alkalommal megismerni, amelyben segítő közleműködött Urán Istvánné Margó, és nagyon köszönjük neki, hogy korábbi könyvtárigazgatóként segíti most ezt a kis alkalmunkat, és át is adnám nekik a szót, hogy akkor mutassák be ezt a kötetet, ismerjük meg azokat a gondolatokat, azokat a verseket, amelyek Irénke tollából születtek. Önöknek pedig jó szórakozást kívánok! A köszöntő utáni beszélgetésben a résztvevők megismerkedhettek Szabadszállási Jánosné néhány versével is. Három verset úgy gondoltam, hogy felolvasok, és ebből egy kis ízelítő, tulajdonképpen ez a célom, hogy egy kis ízelítőt kapjanak ahhoz, hogy ha tetszett nekik, akkor a többi vers is hasonló, mint ezek, és három különböző témából választottam verset. Kíváncsi vagyok, mik ezek a témák. Gondolom, hogy ezek fontosak számomra. Igen, az első téma, amit, vagy hát nem tudom, a kis könyvemnek a címadó verse, a Hontalan falevelek. A másik az a pandémia idején íródott versem, a Földfohászom. És a harmadik az egy teljesen más, az emberi kapcsolatok, a Vigyázz rám. Ember, nem a te tulajdonod vagyok. És amit az ember kölcsön kapott, arra jobban kellene vigyáznia, mint a sajátjára. Ha visszaadja, nem hozhat szégyent magára. Ti a vizeimet szennyezitek, az ott élő állatokat megmérgezitek, erdeimet, fáimat kivágjátok, ha nem, akkor felgyújtjátok. Az égbolt fölöttem sokszor láthatatlan, a levegő az életre alkalmatlan, a talaj, amely élelmet adna, szennyezett, az ember mindent tönkretett. Szabadszállási Jánosné elmondta, hogy a Kiskörösi Irodalmi Társaság, melynek ő is tagja, hamarosan egy antológiával jelentkezik, melyben a társaság tagjainak írásai mellett újra találkozhatnak az ő verseivel is.